Szomszédok közötti verekedés fordulhatott volna a tragédiába tavaly decemberben. Az ügyben most emelt vádat a Baranyavár megyei főügyészség. A férfi a családjával egy délbaranyai faluban élt, mégpedig abban a házban, amely egyébként a sértettnek a tulajdona volt. A sértett is itt lakott, csak ő a háznak a hátsó részében, egy külön álló részben. 2023. december 22-én a reggeli órákban a vádlott ittas állapotban megjelent a sértett házrészénél, bekopogott, bekéreckedett. A sértett beengedte, majd ott mindenfajta előzmény nélkül a vádlott hangosan szidalmazni kezdte, a sértettet illetőleg elkezdte bántalmazni is. A vádlott nem állt le ezután sem, agresszív maradt a sértettel szemben. A bántalmazás következtében a sértett a földre került, itt tovább folytatta a vádlott az ő verését, bántalmazását is, melynek során többször vessén ütötte, illetőleg több alkalommal meg is rúgta, ezek a rugások egy része a fejét érte. Ezt követően a vádlott megfordult és elhagyta a lakrészt, és lefeküdt a saját házában. Az áldozat szerencséje az volt, hogy el tudott menni még orvoshoz a saját lábán. Mint később kiderült, ennek köszönheti, hogy életben maradt. A sértett ezután elment a házi orvosához, aki látta, hogy milyen állapotban van, ezért rögtön mentőt hívott, majd kórházba szállították. A sértett a bántalmazás következtében számos sérüléseket szenvedett el testszerte. Ezek közül a legsúlyosabbak a fejét érték, többek között kemény burok alatti bevérzésre is sor került nála. Az, hogy súlyosabb következményre nem került sor, az tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, és a véletlenen múlott, hogy egy életveszélyes állapot nála nem alakult ki. Ennek ellenére a sérülések 8 napon túl gyógyulóak. Ennek megfelelően a büntetés mértéke is jelentős lehet. A vádlottnak a cselekménye így az életveszélyt okozó testi sértés büntet kísérletének a megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben a sértettet ellátó kórház tett feljelentést, látva a férfi súlyos fejsérülését. Az elkövető nem tett vallomást, így nem derült ki, miért bántalmazta a 60 éves áldozatot. Az 56 éves elkövetőre az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kér. Ez 2 év 4 hónap lenne az indítványok szerint.